Az adventi időszak sokaknak a pihenést jelenti, ám sajnos a tűzoltóknak az év ezen szakában megszaporodik a munkájuk. Magyarországon évente több ezer lakástűzhöz riasztják a tűzoltókat, és ezen hívások száma decemberben rohamosan megnövekszik. Ezeket a tüzeket gyakran olyan elektromos eszközök hibái okozzák, mint a fényfüzérek és a karácsonyi elektromos díszek. Koppán Viktor Dávid, tűzvédelmi főelőadó ennek apropóján hívja fel a figyelmet arra, hogy figyeljünk, milyen minőségű elektromos dekorációt vásárolunk. Nagyon fontos, hogy megbízható helyen üzletekbe vásárolunk, ahol rendelkeznek a árusított termékekről, tanúsítványokkal, érintésvédelmi, egyéb elektromossági, tűzbiztonsági kritériumoknak megfelelőnek ezek a berendezések, vagy pedig, hogyha ugye ma már nagyon sokat használjuk az online kereskedelmet, és olyan helyről rendeljük, ahol igazából megbízható boltnak tartjuk ezt a helyet, mert ott biztos, hogy olyan készüket árulnak, amik megfelelő tanúsítvánnyal is rendelkeznek. A tűzesetek másik gyakori kiváltó oka a nyílt láng használata. Az adventi mécsesek, a gyertyagyújtás és a sok sütés-főzés megnöveli a tüzek kockázatát. A tűzvédelmi főelőadó kiemelte, nagyon fontos, hogy a mécsesek és a gyertyák alatt fémtálcát használjunk, ne legyen a közelükben terítő vagy szalvéta, mindig tartsunk egy kancsóvizet a közelben, és semmilyen esetben se hagyjuk őrizetlenül a nyílt lángot. Koppán Viktor Dávid arra is felhívta a figyelmet, hogy ha kisebb tűz keletkezik a lakásunkban, nagyon ügyeljünk arra, hogy ha olaj vagy elektromos eredetű, semmiképpen se vízzel próbáljuk eloltani azt, használjunk inkább tűzoltó készüléket. Ha viszont megtörténik a baj és nagyobb tűz alakul ki, kövessük a tűzvédelmi utasításokat és értesítsük a hatóságokat. Legfontosabb az, hogy értesítsük a környezetünkben lévőket, a lakásban, házban lévőket hangos kiabálással, úgynevezett tűzirármával, tűz van, el kell hagyni az épületet, ezzel egy időben értesíteni kell a tűzoltóságot, ugye ezt Magyarországon a 112-es segélyhívószámon lehet megtenni, egyébként, hogyha rendőrségre, mentőkre van szüksége valakinek, akkor is ezt a segélyszámot lehet hívni. Nagyon fontos, hogy a telefonhívás során mondjuk el a pontos címet, segítsünk a tűzoltóknak abban, hogy oda találjanak a helyszínre, mondjuk el, mi történt, és hogy mindenki elhagyta az épületet, valamint adjuk meg a telefonszámunkat, hogy a megfelelő hatóságok elérjenek minket telefonon. Tehát annak érdekében, hogy ne történjen baj, vigyázzunk magunkra és egymásra az ünnepek alatt is, és ne játszunk a tűzzel.